Sziasztok, Bartán Ákos vagyok, fél éve dolgozom a Logminnél, ez alatt a Meldium frontend és backend fejlesztésével foglalkozom. Ez egy webalapú SSO és jelszó kezelő megoldás, ahol tárolhatjuk, megoszthatjuk a jelszavainkat más felhasználóval, vagy céggel, vagy azon belüli csoportokkal. A mai videóban arról fogok beszélni, hogy hogyan oldottuk meg a szenzitív adatok közlekedését az API és a böngésző között. Mivel nagyon érzékeny adatokat tárolunk, ezért fontos, hogy törekedjünk a legbiztonságosabb működésre és ezért a worker lenne az a komponens, ami önmagában végzi a jelszavak titkosítását, és ezt küldeni vissza a felhasználóhoz. Azonban nem szerettük volna, hogyha a hálózati forgalom monitorozásakor a jelszó az bármi mód plaintext formátumban megjelenne, ezért alkalmaztunk egy dupla titkosítást. Amikor például egy felhasználó lekéri a jelszavát, akkor a worker által kinyitott jelszót még eltitkosítjuk a felhasználóhoz tartozó kulcsal, így az API maga, a böngésző, ez egy titkosított adatfolyamat küld vissza, ami csak a user kulcsával fejthető vissza. Ebben a megoldásban a legnagyobb kihívást a kliens oldali titkosítás implementálása jelentette, amihez végül az sec használtuk, ez a Stanford JavaScript Crypto Library-nek a rövidítése. Ehhez először csináltunk egy mini proof of concept alkalmazást, amiben szerettük volna kipróbálni a kriptográfiai lehetőségeket és a külső library -ket. Ugye fontos volt az, hogy JavaScript oldalon is együtt tudjunk működni a C-sharp kóddal, és és így végül az esélycél megfelelő választásnak bizonyult, és amikor ez a mini alkalmazás működött, akkor ezt már be tudtuk építeni az anguláros resourcunkba, ami a jelszavak kezeléséért felelős. Hogyha valaki kliens oldalon szeretne kriptográfiai műveleteket végezni JavaScriptben, akkor annak tudom javasolni az esélycél használatát, ami nem feltétlenül kényelmes minden ponton, de hatékonyan működik.